Nem kell pánikba esni, nincs ok a tartós élelmiszerek felvásárlására. Ezt ismételgetik szinte minden országban a politikusok, valamint az orvosok, általában egyébként nem sok sikerrel. Itthon az operatív törzs megint megkért mindenkit, hogy ne terjesszen rémhíreket. Van olyan hazai újság, amelyik háborús jelzőkkel írja le a koronavírussal kapcsolatos hazai állapotokat. Az egyik kereskedelmi csatorna pedig előbb kezdi a híradót minden este, szintén a koronavírus miatt. Jó estét kívánok, ez az ATV híradója 17:25-kor. Csütörtök este már így kezdődött az ATV híradója. A csatorna az eddigi 17:30 helyett mostantól 5 perccel korábban, 17:25-kor kezdi kora esti hírműsorát. A változtatásról honlapjukon azt írták, a koronavírus miatt kell előbb kezdeni az adást, vagyis pontosabban azért, mert az elmúlt napokban Európát is elérte a fertőzés. Azt, hogy egy hírműsor esetében milyen koronavírussal kapcsolatos szempontok indokolják az 5 perccel korábbi kezdést, a csatornától nem tudtuk meg, kérdéseinket hiába küldtük el nekik. A baloldali Népszava péntekre már háborús jelzőkkel írta le a koronavírussal kapcsolatos magyarországi állapotokat. Szerintük, idézem, frontvonalban fegyver nélkül küzdenek a vidéki házi orvosok. Bár a cikkben megszólaló egyik orvos éppen arról beszél, mennyire nehéz felülkerekedni a híreken és megnyugtatni az embereket. A Népszava ennek ellenére az írás első sorában egy másik orvost idéz, aki azt mondja, a háború első vonalában vagyunk, mert odatoltak bennünket. Ezt annak ellenére írták a cikkben, hogy Magyarországon egyébként továbbra sincs koronavírusos megbetegedés. Miért ír az Index ennyit és így a koronavírusról? Az Index.hu-n ezzel a címmel jelent megírás. A portál egyik olvasója ugyanis sérelmezte, hogy az oldalon szándékosan hatásvadász és pánikkeltő cikkek jelennek meg. A szerkesztőségnek küldött üzenetben azt írja, a boltokat egyértelműen a hangulatkeltés miatt rohamozták meg és fosztották ki a vásárlók. Az Index ugyan elismeri, hogy több hasonló észrevételt kaptak, de mint írják, idézem, nem így csinálnánk, ha azt látnánk, hogy nem erre van igény. A szerkesztőség azt is írja, hogy a híreket szerintük nem tálalják öncélúan. Szerdán a hatóságok folyamatos tájékoztatása ellenére mégis arról cikkeztek, hogy a házi orvosok nem kaptak megfelelő információt a koronavírusról. Az anyagban a hivatalos megszólalók közül pedig éppen Komáromi Zoltán, a DK egészségügyi szakpolitikusa szerepelt, aki házi orvosként azt taglalta, hogy szerinte az orvosok azt sem tudják, milyen információkat kell begyűjteni a lehetséges betegektől. Miért nem jutottak el a kormány által felhalmozott védőeszközkészletek a házi orvosokhoz és a patikákba? Közben csütörtök este a szintén DK-s Arató Gergely készlethiányról és a tájékoztatás elmaradásáról beszélt az újságíróknak, pedig nem sokkal előtte a pártok és a belügyminisztérium egyeztetése után minden résztvevő egyetértett abban, hogy fel kell lépni a rémhírterjesztés ellen. Pénteken már a DK is magyarázkodott. Nem azért kommunikál koronavírus ügyében, mert pánikot akarnak elteni, erről szó sincs. Olá Lajos szerint viszont nem a DK kelt pánikot, hanem az emberek türelme fogyott el. Nem a miénk, hanem az emberek türelme. Az, hogy a napi egy rendkívüli sajtótájékoztató helyett már napi kettő van, nem jelent hatékony járványvédelmet. Nincs koronajárvány jelenleg Magyarországon. Csak hogy a koronavírus fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szóvivője az M1 kérdésére ismét megerősítette. Magyarországon nincs járvány, így nincs ok a pánikkeltésre. Nem kell pánikba esni, nincs koronajárvány jelenleg Magyarországon. Ezt nem tudjuk elégszer elmondani, elégszer hangsúlyozni. Mindenkit felkérünk arra, hogy ne terjesszen rémhíreket. Láng Bognár Kinga arra hívta fel a figyelmet, hogy az álhíreknek és riogató tartalmú cikkeknek akár jogi következménye is lehet.